Budapest a TVB mérkőzés hallgatóban. Köszöntöm a vendégek részétől Tónai Kiszert és a vendégek játékosok Kelemen Évet, hazai részről Dévényi János, Marina Dimicsonyt és Séges Dímel. Megkérdem elsőként Tónai Kiszert, hogy értékelje a mai mérkőzést. Oké. Jó napot, everyone. No? So, it's behind my team is really difficult period after this holidays. I will congratulations to my girls because our team is in last 10 days really in a big problems. A lot of girls are sick. They didn't train at all. Some of the girls are injured, and these three games in a short period is something very difficult for them. And I'm really proud of them that today in this, let's say, hot court, they did everything and they won against a really strong team as Kisvárda is. Azt mondta, hogy nagyon nehéz időszak áll a csapat mögött, hiszen sűrű kellett a meccseket játszani, ott voltak az ünnepek. Az elmúlt 10 napban, erről nem beszéltünk, nagyon sok betegséggel, sokan betegen feküdtek otthon, miközben a csapat edzett és kupameccset játszott, illetve sérülések is hátráltatták a felkészülést, és ugye változom az MTK-nek kupameccset is ezt, de gyakorlatilag 9 nap alatt, 10-et mondottam, hiszem 9 nap alatt 3 külkemény meccset vívtunk meg. Büszke a lányokra, hiszen jól helytáltak egy nagyon erős ellenfél a Kisvárdára. Actually, Kisvárda has a really strong players. I think that they have almost 10 foreigners players, and it's very difficult to put in a short period all these girls together. So they need to be patient, and I think that also result will come because they have really good players, some stars like Roha and Mitrovic. But to put all these girls together, you need time, no? And because of this, I'm glad that we won here, and I believe that Kisvárda will make also a step further in next games. Azt mondja, nagyon erős kerete van a Kisvárdának, komoly külföldi játékosok, a Rohát és a Mitrovicot emelhetik ki külön, és hát nyilván idő kell ennyi különböző erről érkezett játékosnak a összeéléséhez, de biztos benne, hogy a Kisvárda hamarosan megteszi a következő lépést felfelé. Először is gratulálok a Debrecen csapatának a győzelemhez. Én úgy gondolom, hogy sikerült valóban egy rangadót játszanunk velük, igazán jó hangulatú mérkőzést, ami eléggé változatos volt. Az elején egy kicsit ugye, sikerült vezetnünk is, aztán átvették, ott volt egy hullámvölgyünk az első fél idő elején, első fél idő végén, másik fél idő elején. Aztán a változtatásaink valamelyest sikerült is szörnyen a mérkőzésbe a változtatások által. Ami probléma volt, hogy 4 védett lövésünk volt összesen az egész mérkőzésen, tehát, és azzal nem lehet meccset nyerni. Tehát ez nagyon gyenge volt sajnos a kapus teljesítményünk, ott hibázott egy ilyen rangadó megnyeréséhez több kell. Ugye, kiemelném, hogy Jezsika a játékát nagyon nagy fejtörést okozott nekünk, végül azért is vettük ki, fogtuk ki, ami valamilyen szinten bejött, akkor tudtuk stabilizálni az eredményt, és a 7-6-tal valamennyire visszajönni a mérkőzésbe. Sajnos a végjátékre egy kicsit elfáradtunk, egy-két rossz döntést hoztunk. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a 2 pontot be tudtok húzni, nem csak a pontok miatt, hanem igazából tényleg elég nehéz 2 héten vagyunk túl, ugye a meccsek sűrűsége miatt is, illetve hogy tényleg, hogy Tana is mondta, hogy nagyon sok betegünk van. Ez látszott is az első fél időben, de úgy érzem, hogy utána így összeszedtük magunkat, és nagyon büszke vagyok én is a csapatra, hogy tényleg meg tudtuk mutatni, hogy milyen erősek vagyunk, és egy nagyon jó kis Kisvárdát tudtunk volna győzni. Hello, I want to congratulations to the team Debrecen and for the coach. For me this is so tough match in both sides. Everybody play good and Debrecen and we, okay,
We don't have lucky. Congratulations one more time. You want to proceed? No. No, please. For me, it's very glad that Coach Tony said that we may be youngest team and first time is first league, and that nothing is not possible to do in one night. I think that we in the good way. This is it. Először is szeretnék gratulálni mind a csapatnak és mind az edzőnek. Úgy gondolja, hogy mivel egy nagyon-nagyon fiatal csapat vagyunk, ezért időre van szükség ahhoz, de jó úton járunk afelé, hogy megépítsük a csapatot. Azt gondolja, hogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, minden oldalról. Igazából végig szinte az első fél időben az elején X-es volt, ezért nagyon nehéz volt számukra végig védekezni és végig támadni a mérkőzést. Igazából úgy gondolja, hogy jó úton járunk, így kell dolgoznunk tovább. Igen, Tocsi tőle szeretnénk kérdezni. Gondolom, amennyire örömtelő, hogy volt egy 9 és 10 gólos játékosatok, és a pályán annyira elszomorult, hogy mindössze 4-et tudtak gólt venni ezen a mérkőzésen. Mit lehet tenni, hogy változzon ez a helyzet? Hát, ez most így alakult. Ugye előző mérkőzésen működtek jobban a dolgok, tehát ugye nálunk is azért az irányító Kucser lázzal küzdött a héten, valamennyire úgy gondolom hamarabb el is fáradt, látszott is a játékán a góljaira, azért szükségünk lett volna, amit a Földi ellen ugye el is követett, Szabó Vali lázasan játszott, tehát nálunk is ugye ezek a problémák megvoltak a héten, de vállalták a csajok a játékot, jobb szélen is egy emberünk volt, nem tudtunk frissíteni. Isten igazából ő el sem tudta vállalni a másik jobb szélsőnk a játékot. Én ennek tükrében azt mondom, hogy igen, jó mérkőzést vívtunk. Elégedettek lehetünk valamennyire, de azért mégis szomorúak vagyunk, mert azért a végén elég közel álltunk ahhoz, hogy akár pontot is szerezzünk, ami nekünk ugye minden fontosabb a most és az elkövetkezendőkben. Nagyon jó felkészülés volt, ugyancsak ismételném magam múlt héten, hogy innentől kezdve van 3 meccs, ahol kijelentetjük, hogy nekünk ott nagyon komolyan ezt a 6 pontot be kell gyűjteni. Köszönöm szépen!